Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió fél hatos híradója, Friedrich Gertrud vagyok. Március 27-e van, Hajnalka névnapja, színházi világnap. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak egy-egy mondatban. Szerbia és Magyarország kapcsolatai az elmúlt időszakban látványosan fejlődtek, jelentette ki Kövér László. Több mint 30 éve nem látott sztrájk zajlik ma Németországban. 2,8 millió dinárral támogatja Kishegyes község önkormányzata az Izida Anya és Gyermekvédelmi Egyesületet. Két éve segíti a mellrákban diagnosztizált, illetve a már gyógykezelt nőket a Szabadkai Egymásért Egyesület. Szerbia és Magyarország kapcsolatai az elmúlt időszakban látványosan fejlődtek, és már a egész Európa számára példaértékűek. Jelentette ki Kövér László, a Magyarországgyűlés elnöke Budapesten az Országházban, miután megbeszélést folytatott Vladimir Orlittyal. A szerb parlament elnöke először tett hivatalos látogatást Magyarországon. Kövér László hangsúlyozta, Szerbia Magyarországot a leghűségesebb és legerőteljesebb támogatói között tarthatja számon az Európai Uniós csatlakozási folyamatában, ami nem csak Szerbia érdeke, hanem Magyarország saját nemzeti érdeke is. Nem lenne helyes, hogyha nem említeném meg azt a tényezőt, ami a két ország kapcsolatát történelmi értelemben is még szorosabbá teszi. A két nemzeti közösségről beszélek, a szerbiai magyarokról, illetve a magyarországi szerbekről. Vladimir Orlić, a szerbiai köztársasági parlament elnöke azt mondta, Szerbiának sokkal könnyebb dolga volna az európai úton, ha több olyan barátja lenne, mint Magyarország. Azt is megállapította, hogy a Szerbiában élő magyarok és a Magyarországon élő szerbek kapcsolata a többségi társadalommal a lehető legjobb. Ponosni smo svakako na sve što smo uspeli da postignemo kada reč o razvoju odnosa između naših građana, između ljudi, dakle i na činjenicu da položaj pripadnika mađarskog naroda u Republici Srbiji danas je po njihovim ocenama i njihovim rečima bolji nego ikada ranije i što isto možemo da kažemo i za pripadnike srpskog naroda koji u Mađarskoj žive. Az elmúlt két év alatt a két ország közötti árucsere forgalom több mint a duplájára nőtt, jelenleg mintegy 6 milliárd euró körül van. Kövér László és Vladimir Orlić az energiabiztonságról és a vasútfejlesztésről is szót ejtett. Közös remény, hogy 2-3 év múlva együtt utazhatunk a Budapest és Belgrád között közlekedő vonaton, fogalmazott a szerb parlament elnöke. Hozzátéve, hogy ez új közlekedési korszakot nyit meg Európa és főképp Szerbia számára. A találkozón részt vett Kovács Elvira, a VMS köztársasági parlamenti képviselője, a szerbiai köztársasági parlament alelnöke is. Több mint 30 éve nem látott sztrájk zajlik ma Németországban. Hétfőn egész nap, tehát 24 órán át gyakorlatilag semmi sem közlekedik. A szakszervezetek jelentős béremelést követelnek a hónapok óta szárnyaló infláció és a megélhetési költségek növekedése miatt. Utoljára 31 éve volt hasonló nagyszabású sztrájk Németországban. Évfél óta csaknem teljesen leállt a távolsági és a térségi közösségi közlekedés. Több szakszervezet 24 órás közös figyelmeztető sztrájkba lépett. Az egész napos munkabeszüntetés országszerte súlyos fennakadásokat okozott. A Deutsche Bahn vasúttársaság valamennyi távolsági járatát törölte, és sok helyen a regionális járatok sem közlekednek. A legtöbb repülőtéren is leállt a forgalom. A kevés kivétel közé tartozik a fővárost és térségét kiszolgáló Berlin-Brandenburg nemzetközi repülőtér, ahol azonban a belföldi járatokat törölték. A 16 közül 7 tartományban a helyi közösségi közlekedés is megbénult. Az egésznapos sztrájk nem csak a vasúti és a légi közlekedést érinti, az autópálya üzemeltetést és a vízi közlekedést is. Az, aki hétfőn Németországban autóba ült a tömegközlekedési járművek helyett, az sem ért oda időben az úti céljához, mert az autópályákon is dugók alakultak ki a sztrájk miatt. A szakszervezetek béremelést szeretnének, mert az elszabadult infláció és a magas megélhetési költségek miatt tűrhetetlenné vált milliók élete.
Februárban a német fogyasztói árak a vártnál jóval nagyobb mértékben, 9,3%-kal emelkedtek, és a német inflációs adatok egyébként is hónapok óta meghaladják az euróövezet átlagát. Németország több millió munkavállalója került nehéz helyzetbe, mivel az alapvető élelmiszerektől a bérleti díjakig minden jelentősen megdrágult. A munkavállalók 10,5%-os, legalább 500 eurós béremelést követelnek, ám a munkaadók egyelőre 5%-os fizetésemelést és 2500 euró egyszeri kifizetést ajánlanak. A felek hétfőn tárgyalóasztalhoz ülnek, a megbeszélések szerdáig tartanak. Ha az egyeztetések eredménytelenek lesznek, újabb megasztrájk várható április 24-én és 25-én Németországban. Fehér Oroszországot is bevonná az Ukrajna ellen folyó háborúba Oroszország. Legalábbis erre utal az orosz elnök bejelentése, hogy taktikai atomfegyvereket telepítene Fehér Oroszországba. Egyesek szerint Putyin csak taktikázik, mások komolyan aggódnak. Érkeznek a reakciók a bejelentésre. Egyes szakértők szerint Putyin amiatt jelentette be, hogy nukleáris fegyvereket telepít Fehér Oroszországba, mert ezzel nemzetközi figyelmet kap és félelmet kelt. Szerintük az orosz elnök csak azért fenyegetőzik nukleáris fegyverekkel, mert nem mennek számára jól a dolgok. Putyinnak valóban több problémája van. Elakadt az orosz csapatok előrenyomulása Ukrajnában. A kínai elnökkel való találkozó nem hozott különösebb eredményt, és nemzetközi letartóztatási parancsot adtak ki ellene. Mindez pedig azt is jelentheti, hogy Putyin körül fogy a levegő. Hogy a taktikai atomfegyvereket mikor fogják Fehér Oroszországba telepíteni, még nem tudni, de az biztos, hogy a tárolásukra alkalmas létesítmény építését csak júliusban fejezik be. A Pentagon nem bojdult fel túlzottan az orosz elnök bejelentése miatt. Úgy véli, nincs arra utaló jel, hogy Oroszország nukleáris fegyverek bevetésére készülne. De mit mond Ukrajna? Rendkívüli ülést hívott össze az ENSZ biztonsági tanácsában, és hatékony intézkedéseket vár a Kreml nukleáris zsarolása ellen. Azt szeretné, ha figyelmeztetnék Fehér Oroszországot a következményekre, ha engedélyezi a taktikai nukleáris fegyverek telepítését. Joseph Borrell kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő Twitter bejegyzésében leszögezte, az EU kész új szankciókat bevezetni Fehér Oroszországgal szemben, amennyiben Minszk elfogadja az orosz atomfegyverek elhelyezését országa területén. Évek óta megoldatlan probléma a Szabadkai Szent Teréz székesegyház süllyedése, amelyet az épület két tornya közötti hatalmas repedés is jelez. Fazekas Ferenc ideiglenes egyházmegyei kormányzó mai sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy az évek során próbáltak valamilyen megoldást találni. Például cölöpöket helyeztek el a tornyok alá, ami megállította az eltávolodásokat egymástól, de a süllyedés problémáját véglegesen nem tudták megoldani. 2020 októberében kezdődött az állapotfelmérés, amelyet a magyar kormány által felkért szentendrei cég végez. Szakvéleményt készít, amely arra is kitér majd, hogyan orvosolhatnák a templom süllyedésének problémáját. A felújításhoz Magyarország anyagilag is hozzájárul, ígérte korábban Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter. A szakvélemény elkészültét azonban lassította a járványhelyzet, majd az ukrajnai háború, és az sem előnyös, hogy a Szabadkai Egyházmegyének egyelőre nincs új püspöke. Meg a cölöpök, amelyek, ahogy mondtam, 16-ban jöttek létre, 18-ban szintén volt egy próbálkozás, injektálták műgyantával a torony alapjait, és ezt az ABBA Novation cég Magyarországról végezte el. Na, ezek után jött azután ez a vizsgálat a szentendrei cégtől, és ez a felmérés, tehát pontosabban mondva 2020 októberében kezdődött el. Sajnos azóta nem kaptunk meg erről eredményt.
Háztartástan kézműves foglalkozások, fűszer és gyógynövény termesztése, festészet. Többek között ezeken a szakkörökön vehetnek részt a Bács-Feketehegyi Izida Anya és Gyermekvédelmi Egyesület párfolgoltjai. Az Egyesület akkreditált napközi szolgálatának csak úgy, mint tavaly is anyagi támogatást biztosította a Kishegyesi Község. A Bács-Feketehegyi Izida Anya és Gyermekvédelmi Egyesületnek mintegy 50 tagja van, azonban az akkreditált napköziében naponta csak 10 személlyel foglalkozhat a három szakember. A felnőtt felhasználókat a község területéről minibusszal szállítják az egyesületbe, ahol 15 óráig különböző foglalkozásokon vehetnek részt. Minden munkacsoportot úgy alakítottunk ki, hogy fejleszték a finomotorika mozgásukat, beszédkészségüket fejleszték, önállóságra neveljük a fiatalokat, azért mert sajnos ezek a gyerekek, 18 év felettiek, 50 évesek, nem lesznek úgy, hogy valaki ott lesz mindig mellettük. És ezért is a háztartástant is nagyon fontosnak tartjuk, hogy egy kisebb ételt meg tudjanak tanulni, akár egyedül elkészíteni. Több mint 20 éve karolja fel a sérült személyeket a Bács-Feketehegyi Izida Anya és Gyermekvédelmi Egyesület. Itt a pártfogoltak az élet minden területén támogatást, törődést kapnak. Az egyesület keretén belül olyan tevékenységet is folytathatnak, ami bevételi forrást tud biztosítani számukra, és az egyesület webshoppal is rendelkezik. Egy olyan mikroközösség alakult ki, ami ismeri a saját értékeit, amely önellátó, és amely teljes értékű részévé kíván válni a társadalomban, és ez egyben a jövőképe is az egyesületnek, mi pedig ezt igyekszünk támogatni. Az idei évben 2,8 millió dinárt választott ki Kishegyes Község önkormányzata, ez valamivel több mint 10%-kal több, mint a tavalyi évben. Juhász Bálint, Kishegyes Község képviselőtestületének elnöke arról biztosította az egyesület vezetőit, hogy a hiánypótló egyesületet az önkormányzat a továbbiakban is támogatja majd. 2 éve segíti a Melgrákban diagnosztizált, illetve a már gyógykezelt nőket a Szabadkai Egymásért Egyesület, amely mára mintegy 50 tagot számlál. Az egyesület azóta is több fizikai és pszichológiai tanácsadást, műhelymunkákat, szakmai előadásokat szervez székhelyükben a szabadkai Nikola Tesla lakótelepen. Az egyesület célja elsősorban nők tudatosságának növelése a megelőző emlővizsgálatok fontosságáról, valamint a Melgrákban szenvedő nők kapcsolatrendszerének erősítése, de más daganatos betegségben szenvedő személyeket is szívesen látnak. Az alapszabályunkban, mint célkitűzés az, hogy a daganatos betegségekre, mint általános kórra hívjuk fel a figyelmet, hiszen a számadatok ezt mutatják, hogy nem csak egy melldaganattal foglalkozó egyesület tud közelebb jutni a páciensekhez, hanem mindazok, akik a daganat és az onkológia osztály betegei. Tehát mi így is nevezzük magunkat, hogy onkológiai betegek vagyunk, és ezáltal az utak sokszor teljesen egyformák. Ugyanúgy úgy tudunk eljutni a gyógykezeléshez, és vannak ma már innovatív gyógykezelési módok, amiről nagyon jó, ha tájékozódunk, és hogy ezt a tapasztalatot továbbadjuk. Nézzük a híradó további témáit. Hérics túrát tartottak Topolyán. Több EB-selejtező is lesz ma este. A híradót követően pedig közügyek, a stúdióban Kozma Zoltán várja önöket. Szervusz, mivel készültetek? Köszöntöm a nézőket, szia Gertrud! A műsorban szót ejtünk az előttünk álló szabadkai fejlesztésekről, és arról is, hogy Budapesten találkozott a szerb és a magyar házelnök. Tippek, trükkök kezdőknek, avagy mit tehetünk magunk, hogy megvédjük a bolygónkat? Ezzel is foglalkozunk a közügyekben, illetve az adai fürdőbe is ellátogatunk, legalábbis a szavak és a képek szintjén. Várjuk önöket ma is a híradó után.
Köszönjük szépen. A Hertelendi falvi Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesületben megtartották az évi közgyűlést, melyen az elmúlt időszak tevékenységeiről, eredményeiről számoltak be. A délbánáti bukovinai székely közösség művelődési életének utolsó másfél éves munkáját elemezték. A rendszeres tevékenységek mellett több nagyszabású rendezvényt is szerveztek. Egyik ilyen kiemelkedő esemény volt a Tamási Áron emlékév kapcsán rendezett vajdasági központi ünnepség. Az egyesület minden tevékenységében megmutatkozik az összefogás. A munka az egy önfeláldozó munka, ahol az emberek jönnek, és a saját akaratukval és a saját idejüket rászentelik, a szabad idejüket, hogy itt valamit megvalósítsunk. Én elmondhatom azt, hogy a munkálatokat is, mert itt van nagyon sok munka. A bukovinai székely varrottasok különösen mutatósak, ezért a hagyományos ételekkel együtt kiválóan alkalmasak arra, hogy másokkal megismertessék e közösség értékeit, hagyományát. Érdekli a közönséget, mindenfelé vagyunk hívva, aki csak hallott rólunk, akkor, hogy bővítsük, hogy megmutassuk, hogy a székelység még manapest él. Mert mi nem hagyományőrzők vagyunk itt Hertelend falván, mi még így élünk, ahogy én úgy mondom, az öregeink éltek, az idősek. Úgyhogy úgy főzünk, úgy sütünk, kézimunkázunk, énekelünk, és úgy gondolkozunk, ahogy ők gondolkoztak. Hála jó Istennek, azért is van egy jó bő programunk, amivel megbírunk jelenni, amerre hívnak. A Tamási Áron Egyesületben a fiatalok is aktívak, és igyekeznek az idősebb korosztálytól tanulni. A közgyűlésen egy fiatal új tagot választottak a végrehajtó bizottságba. Azért szeretek ide járni, mert itt van a társaság, 3 éves koromtól ide járok, és ide fűződtem. Valahogy úgy érzem, hogy ide tartozok, és igazából hova járni, hogyha nem ide, mert magyarok vagyunk, és kevesen vagyunk igazából, és össze kell tartsunk. Fiatalok és tapasztaltabbak együtt munkálkodása teszi lehetővé, hogy a jövőbeli tervek, programok megvalósuljanak. Virágzik a tavaszi hérics. A Topolyai Árkusz Környezetvédő Egyesület immár 4. alkalommal szervezett sétát, amelynek úti célja a Krivaja patak lipári völgye volt, ahol Középbácskában még megtalálható ez a ritka, veszélyeztetett növényfaj. Családok, tanulók és természetkedvelők vettek részt a Topolyai Árkusz Környezetvédő Egyesület által szervezett hérics túrán. Én nagyon nagy természetjáró vagyok, és örömmel veszek részt az ilyen túrákon. A hérics különösen vonzó, mert ritka, nem mindenhol lehet rá találni. Én most jöttem először, és nagyon szépnek tartom, vagyis ilyen nyugtatónak, meg ilyen szórakoztatónak is, megismerjük a természetet. Nekem tetszett. Március 2. felében kezd virágozni. Középbácskában csupán a Krivaja patak lipári völgyében található meg, nem homokos talajon. Jelenleg a virágzás az első felében tart, az első virágok vannak kinyílva, és ilyenkor gyönyörű szép nagyok, mindig az első virágok szép nagyok, és aztán később, hogy a bokor fejlődik, egyre nagyobb lesz a bokor, pici, kisebb virágok lesznek, és egyre kisebbek ezek a kinyíló virágok, de egyébként április második feléig is láthatunk virágban tavaszi éricseket. A tavaszi hérics fokozottan védett növényfaj Szerbiában. A lipári völgyben található állományra az inváziós fehér akác jelent veszélyt, mivel leárnyékolja a területet és gyengíti a növényeket. Maga a terület sajnos nem védett, viszont részét képezi a Bácsér löszvölgyeinek, tehát ez is egy völgy, amely kapcsolódik ehhez a rendszerhez, és hát amit ugye nagy probléma az akáccal beültetett rész, ugye ez, amit még régebben kitaláltak, hogy hát erdősíteni kell, fásítani kell, és sajnos itt is az a
az a berögződés van, hogy akkor ültessük tele akáccal, és hát évről évre azt látjuk, hogy egyre nagyobb probléma, úgyhogy egyesületünk egyre jobban most már azon gondolkodik, hogy ezt kezelésbe kell venni valamilyen módon. Az akácosok visszaszorításával, legeltetéssel, kaszálással lenne fenntartható a Lőszpuszta gyepek ökoszisztémája, így a tavaszi hérics élőhelye is, mondják a szakemberek. A Torontálvásárhelyi József Attila művelődési otthon szervezésében és annak kis termében tartották meg a már hagyományos húsvéti kreatív műhelyt, ahol csaknem 30 gyerek vett részt. Az esemény egyik érdekessége a tojásírás volt. A Torontálvásárhelyi József Attila művelődési otthon szervezésében igyekeznek hagyománnyá tenni az olyan különböző foglalkozásokat, amelyek feledésbe merültek. Megismerkedhetnek a tojásírással, valamint ilyen húsvéti üdvözlőkártyákat tudnak készíteni, sógyurmát tudnak díszíteni húsvéti motívumokkal. A helybeli nyíregyházi Tímea családjával látogatja az ilyen jellegű eseményeket. Mindig örömmel készülődünk a húsvétre, és szeretik festeni a tojást is, és például ez egy különleges foglalkozás, mivel ez a viaszkal, hogy írjanak a tojásra, ez szerintem nem csinálják otthon, sem csinálja senki sem otthon, bár én nem tudok róla. Úgyhogy nagyon szép és nagyon kreatív dolog. Tojásírással immár 97 óta foglalkozik Muhi László. Annak érdekében, hogy fejleszteni tudja tudását, nagyon sok tanára volt, akiktől sokat tanult. Megmaradt a hagyományos, tehát a viaszk levonatos, tehát a viaszkal való tojásírás megmaradt. Ez a fontos. Tehát a viaszk ráviszük a tojásra, annak a helyén, hogyha belemártsuk a festékből kivéve, levesszük a viaszkot róla, a tojásnak a színe nem fehér, nem a tojásnak a színe marad meg. A húsvéti kreatív műhelyen a tojásírás mellett a gyerekek örömére más tárgyakat is tudtak készíteni. Közel 200 gyerek ismerkedik meg a következő pár napban az Ősök Hangja Egyesülettel és Őseink Valamikori Életvitelével Magyar Kanizsán. A háromnapos eseményt a Dobótihamér képtárban szervezik meg, ahol ősi motívumokkal, őseink fegyverzetével és azok étkezési szokásaival ismerkedhetnek meg a gyerekek. A szegfű a férfit, még a tulipán a nőt jelképezte évszázadokkal ezelőtt, ezért ezen motívumok elkészítésével vette kezdetét a foglalkozás, és így próbálták a gyerekeknek bemutatni az akkori Kárpát-medencei emberek színvilágát. Ilyen motívumokat készítünk, amiknek valami népi jelentésük van, amit mi csinálunk, az például a szerelmet jelképezi. Készítünk ilyen virágot, ami jelképezi, hogy lány vagy fiú vagy már összejöttek, és hogy azokat kirakjuk ilyen újságdarabokból. A gyermekek azt is megtudták, hogy a jurtában a nők a jobb oldalon, míg a férfiak a bal oldalon helyezkedtek el, de megismerkedhettek őseink fegyverzetével, ruházatával, részt vehettek ügyességi játékokon, és többféle hangszert is megszólaltathattak. Az Ősök Hangja Egyesület egyébként 2018-ban alakult, célja pedig a gyermekeknek bemutatni, hogy őseink hogyan is éltek, főleg a honfoglalás idejében. A jurtát, amiben valamikor laktak, meg az akkori fölszereléseket, akkor a harci eszközöket, de nem csak a harci eszközöket szeretnénk bemutatni, hanem az életmódot főleg, hogy is éltek. A harc ugye az egy érdekes momentuma, és akkor ezt mindenki élvezi, meg szereti. A foglalkozások három napon át tartanak, ahol az általános iskola tanulói mellett az óvodások és a középiskola diákjai is részt vesznek.
A magyar labdarúgó válogatott Bulgáriával játszik ma Európa bajnoki selejtezős mérkőzést Budapesten a Puskás arénában. Ez a magyarok első meccse a G-t csoportban. Szerbia is ebben a csoportban küzd a továbbjutásért. A sasok ma már a második mérkőzésüket vívják. Podgoricában Montenegróval találkoznak, amely még sosem jutott ki az EB-re. A szerbek egyébként az első fordulóban jól teljesítettek, Litvánia ellen 2-0-ra nyertek. A mostani ellenfél Montenegró is jól kezdett, egy gólos győzelmet aratott a bolgárok vendégeként. Ez jó előjel lehet a magyar válogatottnak, amely ma Bulgáriát látja vendégül. Mindkét mérkőzés 20 óra 45 perckor kezdődik. A magyarok játékát az M4 Sporton, a szerbekét a szerbiai RTV1-es műsorán láthatjuk. És eddig tartott a híradó, nézzük, melyek voltak kiemelt témáink. Szerbia és Magyarország kapcsolatai az elmúlt időszakban látványosan fejlődtek, jelentette ki Kövér László. Több mint 30 éve nem látott sztrájk zajlik ma Németországban. 2,8 millió dinárral támogatja Kishegyes község önkormányzata az Izida Anya és Gyermekvédelmi Egyesületet. 2 éve segíti a mellrákban diagnosztizált, illetve a már gyógykezelt nőket a Szabadkai Egymásért Egyesület. Köszönjük figyelmüket, több érdekes témával rövidesen kezdődik hírháttérműsorunk a közügyek, híradóval pedig legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Viszontlátásra!